mondom neked végig, hogy mi fog történni. Először is kimondtam a steril csipeszt, aminek a végén van egy sablon, és ennek a sablonnak a segítségével most még csak folytatom a jelölést, jó? Amit az előbb felrajzoltam, az egy ilyen kiinduló, és ezt most egy kicsit így elsétálok a fejedhez, és megnézem, hogy egyenesre sikerültek a pötyikék. Jó, szuperisztikus. Most pedig ki fogom bontani a steril ékszert, amit az előbb kiválasztottál. Benne van egy steril csomagba, és ez a készülék fog segíteni. Ő fogja majd behelyezni az ékszert a pocakodba. Ezt a kis golyót most kiveszem, a félrerakom. Összerőzítem a készüléket. Ezt is egy picit félrakom, mert most a csipesznek a csipesz funkciójával fogom folytatni a dolgot, jó? Mert azt a bőrrészt szeretném egy picit összefogni, amivel, vagy amit majd szeretnék át lyukasztani. Igyekszem nagyon finom és nőies lenni. Ez olyan érzés, mint amikor a vérvételkor, tudod, a karodat így elszorítják, csak most nem a karodat, hanem a pocakodat, és egy csipesszel. Kicsit olyan nem szeretem érzés, de nem vészes. Szuper! Jó, ez most már nem fog jól esni, nem rossz, de ez a csípő érzés. Most fogom ezt a végszert, rárögzítem ide a csipesz végére, elindítom, és fogok szólni, jó? Most szúrok, bocsánat! Kész is vagyunk! Ez most még egy picit kellemetlen, és elengedtem. Kész! Na, milyen volt? Nem vészes. Jól van, örülök neki. És annyi történik, hogy szépen ezt a csipeszt innen óvatosan, tényleg óvatosan leszedem. Le is jött. Kész vagy már? Jó, ja. Nem izgulj. Most már minden rendben van. És csak annyit teszek, hogy a végéről a tűt, ami egyébként belefulladott egy műanyagba, lecsavartam, és most helyére teszem azt a lila színű golyót, amit választottál az előbb. Leszedem. És tulajdonképpen kész is vagyunk. Köszönöm. Most már csak annyit csinálok, hogy a célkeresztedet, tudod, amit felrajzoltam, azt ezzel a lapocskával itt letörlöm, jó? És egy nagyon picike kis gélt fogok majd oda nyomni, és akkor az utókezeléssel kapcsolatban pedig majd fogunk mindjárt néhány mondatot, szót beszélni, jó? Na, pici gélt teszek oda, így. Nagyon picit felített a karács. Kicsi zsepivel. Minden ebben? Jól érzed magad? Jól van. Jó. Mindjárt adok egy tükröt, és ha jól érzed magad, akkor meg is tudod nézni, jó? Hogy... Oké, hogy tetszik a dolog. Jó, köszönöm.